Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy olvasó vlog lesz. Augusztusban ugye vlogoltam a Stage Dive könyvsorozatról az élményemet, és bár a könyvek nem voltak túl jók, maga az élmény meg a vlogolás része alapból nekem tetszik, főleg azért, mert ilyenkor nem az van, hogy hónap elején olvasom a könyvet, és mire odajutok a havi összegzéshez, addigra már kb. Elfelejtem, mi történt benne, mert most nagyon sokat olvasok idén, kivételesen ilyen töménytelen mennyiségben. És vlog közben meg egyből, hogyha van valami gondolatom, akkor sokkal jobban ki tudom fejteni, úgyhogy amúgy tök élvezem ezt csinálni, és úgy gondoltam, hogy akkor most nekem van kedvem több könyvet is vlogolni, amit majd mostanában akarok olvasni. És a mai könyvünk nem más lesz, mint Tamsin. Hát most megnéztem Google fordítóval, az ilyen Muir-nek mondta a Muir részét, úgyhogy ilyen Tamsin Muir, valami ilyesmi az írónő neve. Tőle a Gideon a 9. című könyvet fogom olvasni, ami a Lezárt Sír trilógia első része, aminek remélhetőleg hamarosan jön a második része. Ő itt egyébként egy új-zélandi szerző, úgyhogy ez a videó lehet, hogy barangolás címet fog kapni, mert hogy Ausztrália és Óceánia, mint kontinens rész, oda tudom számítani. Bár összeírtam olyan hozzá könyveket, és nagyon keveset találtam, meg nagyon kevés ország van ezen a részen, úgyhogy szoszó. De, tehát ez egy új-zélandi könyv, szóval vehetjük akár barangolásnak is. Na most, ez a könyv tavaly októberben volt BookTube Könyvklub közös havi könyv. Én akkor az Egy kegyetlen dalt olvastam, és igazából ez a Gideon, a 9. nekem nem keltette fel az érdeklődésem, meg nem is tudtam róla semmit. Zárójeles megjegyzést, most se tudok róla sok mindent. Elolvastam a fülszöveget, és az a baj, hogy a fülszöveget nem szoktam megjegyezni. Szóval mire odajutok, hogy elolvasok egy könyvet, már nem emlékszem, hogy mit mondott róla a fülszöveg. De most amúgy elkezdtem. Van egy kemény fejezetet olvastam belőle, úgyhogy így kicsit jobban emlékszem már a koncepcióra. Szóval visszatérve oda, hogy ez ugye havi közös könyv volt, én erről nem láttam a kibeszélőt, amiatt sem, mert hogy így nem tűnt számomra érdekesnek ez a könyv. Annó. Na most engem megtévesztett a cím, és tudom, hogy rossz voltam a feltételezés miatt, és ugye nem olvastam el a főszöveget, tehát nem jöttem rá, hogy rossz a feltételezésem, és majd a sarokba állok ezután, hogy rossz voltam. Szóval a lényeg az, hogy Gideon a címe, és ilyen nagyon menő karakterünk van a borítón, de hogy én így azt feltételeztem, hogy mivel Gideon a neve, ezért férfi karakter. Tudom, rossz vagyok. És én akkor jöttem rá, hogy totál tévedésben élek, amikor Esztinek volt egy videója, ami szerintem ilyen kedvenc női főszereplők, vagy badass hősnők címmel valami ilyesmi videója volt, most nem tudom, lehet keverem Fruzsi videójával, de hogy volt neki egy videója, majd megkeresem és belinkelem, és abban említette Gideont, és akkor jött le nekem, hogy ja, hogy hülye voltam, oké. Szóval ő egy női karakter, és Eszti azt mondta, hogy írtó menő karakter, úgyhogy Eszti ennyivel eladta nekem ezt a könyvet, és úgy döntöttem onnantól, hogy akkor ez engem mindentől érdekel. Ráadásul ez egy LMBTQ könyv is, tehát ha jól tudom, Gideon leszbikus. És jelen pillanatban annyit tudok erről a könyvről, hogyha a történetet nézzük, hogy van 9 darab ház, amit nem konkrétan házként kell elgondolni, hanem ilyen osztály, vagy szóval rend. Van egy rend, és van 9 ház azon belül, és Gideon a 9. házban van, de ez egyébként egy science fiction és fantasy, tehát most valami bolygóról volt szó, szóval még nem teljesen raktam össze egy fejezet után, hogy mi történik ebben a könyvben, maradjunk úgy. A világépítés jobb bonyolultnak tűnik, szóval szerintem lesz, kelleni fog ez a 450 nem tudom hány oldal, hogy rájöjjek, hogy mi történik ebben a könyvben. Szóval most ezt szeretném vlogolni, mert most szeretnék több könyvet vlogolni egyrészt, másrészt én amúgy már régóta gondolkodtam ilyenben, hogy ilyen heti havi vlogokat csináljak, amivel csupán annyi problémába ütközök, hogy egyetem van.
Közben nehéz megoldani a vlogolást, most is ezzel a bal, azért leszek bajban, mert megyek ma vissza Szegedre, és nekem van két szobatársam, kol is vagyok, a kamerámat nem akarom vinni, mert nem akarom megkockáztatni, hogy baja lesz, tehát telefonnal kell csinálnom update-et, ha csinálok update-et, és nem tudom, hogy fog kinézni minőségbe, meg sehogy máshogy se, kiderül. Na igen, és akkor alternatívának most azt találtam ki, hogy így, hogyha olvasok olyan könyvet, ami sorozat, ami hogyha nem sorozat része, akkor, és van hozzá kedvem vlogolni, akkor oké, ha meg sorozat rész, akkor hogyha első rész, akkor csinálok hozzá vlogot. Mit ez? Amúgy írtó menő borítója van egyébként, tehát annyira nem látszik, mert sötét, de hogyha így az ember próbálja egy fény felé fordítani, és így nézni a részleteket, tök jól néz ki. Elmondom, csak hogy dátummal tudjuk, tehát ma szeptember 13-a van, ma kezdem el olvasni, nem tudom, mennyi időbe fog telni. Most nagyon van kedvem olvasni, és nagyon gyűröm a hosszú könyveket is, úgyhogy meglátjuk. És valószínűleg tartom, hogy ez Szanna könyves, mi Almás Piter idotonjába bele fog folyni ez a könyv, amire azt hiszem, hogy jó is, mert pipálja azt a pontot, hogy olvas egy könyvet, amihez kedved van, és legyen piros vagy zöld talán a borítón, és nem látszódik, de egyrészt ilyen vörös haja van, másrészt itt van rajta vér, ami piros, úgyhogy én ezt elszámolom jó könyvnek, mint prompt. Most így nem emlékszem hirtelen, de azt hiszem, az csütörtökön kezdődik, ahhoz képest, hogy én ezt most elkezdem olvasni, szóval szerintem az jó. Kiderül, hogy mi lesz erről a véleményem. Kíváncsi vagyok egyébként rá. Nem, mert jó, mert pici vagy. Kell egy pár hangja rá, különben nem érek bele a képbe. Igen, mert nagyon alacsonyra kéne letenni a kamerát, és akkor minden látszódna, csak a könyves polc nem. Na, hát végül nem kellett Szegeden csinálnom bejelentkezést ehhez a vloghoz, mert nem nagyon olvastam. Kivéve hétfőn. Hétfőn eljutottam 60-valahány oldalig, és utána olvastam kb. Két fejezetet, szóval nem haladtam sokat ezzel a könyvvel. Kuc-kuc! 78 oldalt olvastam, tehát látszik, hogy nagyon-nagyon keveset olvastam egyelőre a könyvből, de gondoltam, akkor gyorsan egy bejelentkezést, mert... Ez a könyv, ez lassan lesz vele haladva. Lassan fogok vele haladni. Szóval, amit eddig tudok, az nem sok. A helyzet az, hogy... anyám még bejöttek a házba. Ez most nagyon rögtön a bejelentkezés. Szóval... Elkezdtem olvasni a könyvet. Úgy érzem, elindultunk valami úton a sztori felé, csak az a helyzet, hogy még nem tudtam összerakni, mi történik ebben a könyvben. Vagy mi a világépítés, vagy mi van, ami így 78 oldalnál kezd kicsit gázos lenni lehet. Egyébként megkérdeztem ezt itt, és azt mondta, hogy ez nem fog nagyon változni a későbbiekben sem. Tehát ugyanúgy nem fogom tudni, mi történik. Igazából ezek a zajok, ez az, hogy Balázs fújja a nóziát. Nagyjából annyi a helyzet, hogy van Gideonunk, ő talán a nézőpont karakter, eddig csak ő volt a nézőpont karakter. Ő ebben a 9. házban van. Na most, hogy ezek a házak hogy néznek ki, ezeket se teljesen tudom még elképzelni, hogy ezek mik és miért. Mert ez a 9. ház, az oké, hogy mindegyik külön bolygón van, ezt már levágtam, de ez a 9. ház, ez nekem konkrétan olyan, mint egy barlangban élő ilyen vallásos szekta, eddig legalábbis ennyi, amit össze tudtam szedni róluk, nem tudom, hogy a többi milyen, és nem teljesen értem a funkciójukat, meg ezeket, úgyhogy egyelőre így olvasom, és így fogalmam nincs, hogy mi miért van, de oké, hát ha majd kiderül, vagy nem, meglátjuk. Mert amúgy meg tök érdekes maga a koncepció, csak most tényleg nem tudom, hogy ebből így lesz is-e valami, amit megértek, vagy csak így, na mindegy, meglátjuk. És akkor a 9. ház örökös nője meg Hero, és ők ketten elutaznak, vagy jön egy ilyen felhívás valami Likornak, nem Likor, Liktornak, hogy menjenek Liktornak az első házba, vagy Liktornak való küzdelemért. Valami próbatétel lesz itt, és akkor igazából Hero és Gideon utálják egymást, azt levágtam. Szóval vagy annyit, amilyen enemies to lovers lesz, mert itt én legalábbis úgy tudom, hogy ők ketten így a két love interest.
nem tudom, ez mennyire spoiler. Csak úgy én ezt valahogy egy anélkül, hogy utána olvasnom volna, levágtam. Vagy hát szerintem az lesz a sztori egy része, vagy hát egy szálana, mert eddig nincs róla szó. Végül is belecsalja abba a helyzetbe Hero Gideont, hogy nem elszökni tud erről a 9. házból, mert amúgy ezt akarja Gideon, hanem vele kell mennie. Ez meg a fa volt. Szóval Heroval kell mennie az első házba ezekre a próbatételekre. Kiképezték nagyjából, hogy próbáljon meg úgy viselkedni, mintha a Herónak lenne a lovagja, és akkor most ott tartok, hogy megérkeztek ebbe a vagy az első házba. És amúgy fogalmam sincs, hogy miért, meg ilyenek. Ráadásul ezt az első házat se vágom, mert elvileg van valami császár, aki már 10 000 éve uralkodik, de amúgy halott, de amúgy így jelen időben, de nem tudom. Fogalmam sincs, mi történik ebben a könyvben, és lehet ez vezet ahhoz, hogy nagyon keveset olvastam belőle. Úgyhogy lehet, hogy ebbe bele fogok venni egy Wizards of Fans részt is, mert azzal gyorsan lehet haladni, vagy valami képregényt közben, mert ez így nehézkes lesz, én úgy érzem. Na igen, szóval egyelőre így állok ezzel a könyvvel, aztán kiderül, hogy előrébb haladva megvilágosodok-e bármivel kapcsolatban, vagy sem. Aztán végre megnézhetem tényleg azt a kibeszélőt, a tavalyi könyvklubos kibeszélőt, hogy a többiek hogy értelmezték, ami itt történik. Kicsit meg vagyok göthösödve, úgyhogy lehet orhangom van. No, ott tartok a Gideonban, hogy még mindig sehol se tartok. Nagyon-nagyon-nagyon szenvedek ezzel a könyvvel most. 203 oldalt olvastam. Hát fogjuk rá, hogy a felénél vagyok. Igazából ez még nem a fele. Kicsit kevesebb, mint a fele. Szerintem ez tipikusan egy olyan könyv, hogy vagy leülsz és olvasod, vagy hogyha ilyen szakaszokban olvasod, akkor szenvedsz vele, mint ahogy én is szenvedek. Szenvedek! Legalábbis az van, hogy konkrétan fölveszem, olvasok egy oldalt, és leteszem, és inkább TikTokozok, ami... Nem. Nem túl jó, na mindegy. Vannak szakaszok, ilyen hosszabb szakaszok, amikor nem köt le így nagyon, és aztán történik valami érdekes, és akkor egy kicsit többet tudok olvasni egyben, mint most is volt egy izgalmasabb rész, illetve hát van egy rejtély most már. Meg olyan 150 oldal körül is volt egy ilyen, csak így a köztes részeket baromira unom, amit leginkább arra tudok ráfogni, hogy nagyon nem értem a világépítést, és nagyon, nagyon nehezen rakom össze, hogy mi történik, mert én úgy érzem, hogy én, mint olvasó, túl keveset tudok ahhoz, hogy így élvezni tudjam, és folyamat arra próbálok rájönni, hogy akkor most ki kicsoda, meg mi hogy van, meg miért, és még mindig nagyon össze vagyok zavarodva az egésszel kapcsolatban, pedig már itt vagyok lassan a könyv felénél, ami így annyira nem segít abban, hogy gyorsabban haladjak vele, pedig amúgy meg nem egy rossz könyv, tehát így az írói stílus se, azzal sincs igazából bajom, a karakterek is érdekes, meg maga a világépítés, meg a sztori is érdekes, csak nem tudom összerakni, hogy mi történik, és miért történik, és hol és hogyan, mert ugye ez egy science fiction és fantasy, és valahogy a kettőt ebben a könyvben nem tudom fejben összeegyeztetni, és baromi bonyolult, tényleg, tehát ez a legnagyobb problémám, hogy nagyon bonyolult az a könyv, nagyon összetett, és itt szép lassan össze tudja rakni az ember kb. Hogy mi van, de hogy amúgy még mindig nem tudom összerakni, hogy mi van. Tehát vannak ezek a házak, van ez a császár, akivel nem tudom, mi történt, meg mi ez a 10 000 éve, nem tudom, valami van vele, és ők most valamiért ilyen főembereknek, vagy azért versenyeznek, hogy ilyen liktorok legyenek, de nem tudom, hogy versenyeznek-e, vagy hogy ez most hogy működik, mert igazából ezt se értem teljes mértékben, hogy mitől lesz liktor, meg miért kell ez a liktor, meg mit csinál ez a liktor, meg amúgy mi van velük, meg hogy, meg miért jöttek ide. Tehát így mondják, hogy mert hogy majd lesz 8 liktor, de mondom, 8-an vannak összesen, akkor hol van itt verseny? Nem értem, mi történik abszolút ebben a könyvben. Nagyon össze vagyok zavarodva nagyjából, hogy 90%-a alatt. Mondom, néha vannak ilyen részek, hogy mint most is volt ez a... Történt egy kis haláleset, vagy kettő.
És akkor így néha egy picit így érdekesebb lesz, mert azt hiszem, hogy végre megtudok valamit, aztán csak még jobban összezavarodok, és akkor még mindig nem tudok semmit, és akkor megint van egy ilyen mélyebb, vagy mi ez, lassabb rész, és akkor megint történik valami, akkor megint azt hiszem, hogy végre megtudok valamit, vagy történik legalább valami, és akkor megint megállunk egy kicsit a mederben. Az legkábbi hőemelkedésem van jelen pillanatban, és beteg is vagyok, és igen, itt a lámpám. Szóval nem nézek ki jól, de mindegy, hagyjuk. A lényeg az, hogy update-elem a helyzetet a Gideonon. Ugyanis, mint látjátok, már majdnem végeztem vele. Ma belehúztam, mert fekvésen kívül nagyon másra nem voltam használható. Most 376 oldalt olvastam már el, szóval már olyan 80 oldal van csak hátra. Azt kell mondjam, hogy ez, hogy leültem és egy húzamban olvastam, és tudtam egy húzamban olvasni, jót tett a sztorinak. Másrészt a második felében történtek dolgok, amik izgisebbek is voltak, és egy parányival jobban értem, mi történik a könyvben, bár még mindig totálisan össze vagyok zavarodva, és még mindig nagyon sok kérdésem van, és még mindig nagyon nem értem. Szóval még azért nagyon nagy kérdőjelek vannak a fejemben, tehát nem nagyon tudom elmagyarázni, mi történik ebben a könyvben, csak így olvasom, és így azt hiszem kapizsgálok valamit, de nem sok mindent. Szóval ez egy ilyen könyv szerintem ez. De derültek ki nagyon érdekes dolgok, és meglepő dolgok is, úgyhogy ezen a ponton viszont nagyon érdekel, hogy mi lesz a vége. Azért is lendültem bele az olvasásba. Úgyhogy ha nem is ma, de ezt holnap be fogom fejezni, mert továbbra is beteg vagyok, és olvasni fogom. Ez lesz az egyetlen tevékenység, amit tudok csinálni valószínűleg. Vagy hát amit csinálok majd, mert az olvasás kvázi pihenés. Azért jó betegnek lenni könyvmolyként, mert akkor azt mondhatod, hogy de hát pihensz, tehát olvashatsz, tehát van egy indokod arra, hogy miért fekszel egész nap ágyban és olvasol. Mert beteg vagy. Csak az a baj, hogy mint hogy könyvmoly vagyok, ezt csinálom akkor is, amikor nem vagyok beteg. Befejeztem a Gideon a 9-et. Őszintén fogalmam sincs, mi történt ebben a könyvben. Nagyon nehéz megfogalmaznom, hogy milyen volt ez a könyv, és hogy mi róla a véleményem. Igazából abban a szempontból igazán volt, mert hogyha leül az ember és olvassa folyamat, akkor sokkal könnyebben lehet vele haladni, de az első 200 oldal az nekem ilyen tömör szenvedés volt, tehát így fölvettem, olvastam egy fejezetet, letettem, és utána nem olvastam napokig mondjuk, tehát nehézkesen indult a kapcsolatunk. A második 200 oldal az izgibb volt, ott jobban beindultak az események, ettől függetlenül nem értettem, mi történik. Még mindig nem értem, mi történik, és még mindig nem értem, hogy például hogyan lesz az emberből Liktor, azon kívül, hogy spoiler, kiszívja a lovagjának a lelkét magába, és egyesíti. De hogy a próbák mire voltak jók, meg az egész szituáció mire volt jó, meg honnan került elő a főgonoszunk végül, vagy mit keresett ott, ezeket így totál nem értem, hogy történtek. És így csak azt vettem észre, hogy így a lap közepén egyszer csak történt valami, és így nem értettem, hogy honnan jutottunk el A-ból B-be. És ez alapján nem adtam volna, most végül 4 csillagot adtam a könyvnek, mert hogy alapvetően jó volt, főleg a második felében, meg érdekelt az, hogy haladjak vele és tudjam, mi történik, de hogy fingom nincs úgy őszintén, hogy mi történt ebben a könyvben. De úgy tényleg fogalmam sincs. Ha valaki megkérdezné, hogy miről szól ez a könyv, hát így pislognék, hogy hát vannak benne nekromanták, és akik valamit csinálnak, és akkor meghalnak benne. But that's all. Van egy nagyon fontos kérdésem, Gideon most tényleg halott? Vagy valaki spoilerezze el nekem a dolgot, mert ez így nem igazán tetszik nekem a jelenlegi állása a helyzetnek. Pont most megnéztem Goodreads-en a második résznek a leírását. Igazából érdekelne, hova folytatódik ez a történet, mert annyira össze vagyok zavarodva. De hogy, ahogy én hallom, a második rész az ilyen szempontból rosszabb. Tehát, hogy ott még annyira se érti az ember, hogy mi történik, mint ebben, pedig aztán ebben is
nagyon nehezen lehetett követni, hogy mi történik és miért. Már ha valaki tudta követni, én nem tudtam, úgyhogy... Ebből, de... Az a poén, hogy amúgy meg... Amúgy meg tetszett. Csak... Valahogy úgy vagyok vele, hogy... Ez egy nagyon bonyolult sztori volt, ami igazából jó volt, csak én nem értettem, és ezért rosszul haladtam vele. De hogy amúgy meg érdekel, de hogy amúgy meg nem vágom, mi történt. Ilyen nagyon össze vagyok zavarodva jelenleg a könyv kapcsán. De tényleg nagyon. Tehát, hogy így... Nagyon vegyes érzelmeim vannak, mert hogy amúgy meg... Például Gideont tök bírtam, az ő karakterét. Meg utána, hogy alakult a kapcsolatuk Heróval, meg... Ugye kiderült egy-két dolog a könyv vége felé, ami ilyen izgalmasabb volt, például a lezárt sírról, vagy a... hogy mi történt a 9. házban. Viszont... Valaminek itt még kell lennie valaminek. Tudom, hogy valami ki fog derülni Gideonnal kapcsolatban, mert kell, mert hogy... Az, hogy ő életben volt erre a könyvre már, aznak valami oka kellett, hogy legyen, úgyhogy így valaki légy szíves, mondja meg, mi történt, mert egy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. És gyanús nekem, hogy nem találták meg a testét. Szóval... Tamsin Muir, explain yourself, mert baromira érdekelne, hogy ennek mi a vége. Elvileg jön idén talán a második része. Az a baj, hogy lehet jobban járnék egy Wikipedia összefoglalóval, vagy bármilyen netes összefoglalóval a sztori kapcsán, hogy megértsem, mi történt, mint hogyha elolvasom a könyvet. De hogy igazából érdekel a második rész ezek után, és érdekel, hogy hova megy tovább a történet, meg érdekelne ez az egész, csak az a bajom, hogy nem biztos, hogy megértem a könyvből magából, hogy mi történik. Szóval egy elég érdekes alapkoncepciónk és egy érdekes történetünk, amiből nagyon keveset ért meg az ember. Mert ugye vannak azok a sztorik, mint a Harry Potter vagy a Percy Jackson, hogy belecsöppensz egy világba, amit nem ismersz, és ahogy a karakterek elmagyarázzák neked, úgy szép lassan megérted te is. De ebben ugye már alapból benne vagyunk a világban, és ahogy itt magyaráznak, az nekem nem elég, szóval... Már meg van nyitva, meg fogom mindjárt nézni a Borka meg Zsófi kibeszélőjét erről a könyvről, mert érdekelne, hogy ők mit mondanak róla. De hogy amúgy meg... Ezt tudom mondani erről a könyvről. Ez így... Négy csillagot adtam neki, mert három és fél csillagokat, azokat olyan könyveknek szoktam adni, ami ettől sokkal kevésbé köti le a figyelmemet. Na most ennek a második fele tökre lekötött, és tegnap egy bő 200 oldalt lepörgettem ebből a könyvből, tehát, hogy úgyhogy neki ültem, úgy tök jól haladtam, csak így nem tudom összerakni a kirakós darabkákat, és ez nagyon zavart végig, de aztán úgy voltam el, hogy átlendülök ezeken, csak így... Már a könyv elején is nagyon sok kérdésem volt, és szerintem csak több kérdésem lett a végére. Az biztos, hogy Harrowból Lictor lett, de vagy ez miért jó, vagy nem, vagy ez hogy... Össze vagyok zavarodva. I'm confused. Ez ennek a könyvnek a végérvényes tanulsága, hogy össze vagyok zavarodva. Pedig magyarul olvastam, szerintem, hogyha ezt ma angolul olvasom, kész, végem, elveszek. Nem egy egyszerű könyv, nem egy egyszerű sztori. Szóval igen, de hogy amúgy meg jó volt. Ami így nagyon ellentmondásos, tehát hogy nem értettem, de jó volt, tehát hogy így, na mindegy. De nem olyan kiemelkedően jó, csak úgy jó-jó. Érdekes. Nem tudom. Na mindegy. Szóval ez volt a Gideon a 9. olvasási élményem. Nem mondom, hogy megbántam, de még nem vagyok teljesen biztos benne, hogy mennyire volt jó döntés. Majd kiderül, ha elolvasom a második részt, vagy nem. Nem tudom. Hogyha ti olvastátok ezt a könyvet, akkor írjátok meg kommentekben, hogy ti hogyan vélekedtetek róla, mert kíváncsi vagyok, hogy másoknak ez milyen élmény volt, mert mint már mondtam, 15 milliószor ebben a videóban össze vagyok zavarodva, és nem értem, mi történt, úgyhogy kíváncsi vagyok, mások is így voltak-e vele. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a vlog videót, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal.
és mára már nem nincs orhangom. Yay!